A vendéglátásról szóló törvény a vendéglátó létesítményekben ház, lakás és szoba és falusi turisztikai vendéglátó létesítményekben szállást nyújtó vendéglős kötelezettségét írja elő ezen létesítmények kategorizálására. A kategorizálási kérelmet az e-turiszton keresztül nyújtják be. Ezzel kapcsolatban felhívást küldtek minden olyan fizikai személynek, aki a fent említett jogszabályba ütközően szálláshelyszolgáltatást nyújt, hogy a lehető legrövidebb időn belül forduljon a helyi önkormányzathoz és nyújtson be kérelmet a vendéglátó egység elhelyezési célú kategorizálásához. A kategorizálásról szóló határozat készhez vételekor a vendéglátó egység és a vendéglátó az e-turista rendszerben bejegyzésre kerül. Így a pozitív előírásoknak megfelelően továbbra is jogszerűen tudja ellátni a vendéglátó szálláshely szolgáltatását. A fizikai személy vendéglátó szolgáltatást közvetlenül vagy közvetítőn keresztül nyújthat, aki csak jogi személy, illetve vállalkozó lehet. Közvetítés esetén a fizikai személy és a közvetítő közös megállapodást köt, amelyet bejegyzésre a helyi önkormányzati egység hatósága elé terjeszt. Ellenkező esetben a fent említett törvény alapján a fizikai személy szabálysértés miatt felel. A büntetés 150 ezer és 350 ezer dinár között mozog. Az ezzel kapcsolatos bővebb információkról honlapunkon a www.tvbecej.rs oldalon tájékozódhatnak. Az Óbecsei Vöröskereszt és a Vajdasági Transzfúziós Intézet által szervezett sorrendben 5. rendszeres önkéntes véradáson, amelyet szerdán tartottak az Óbecsei Városi Színház tánctermében, 134 polgár jelentkezett, közülük 119-en adtak vért, 22 nő és 7 polgártársunk tette ezt először. Nagyon boldogok és elégedettek vagyunk az óbecsei véradóinkkal, akik minden esetben egyre többen vannak és nagyon türelmesek, hiszen mivel ilyen sokan vannak, egy kicsit várni kell. Óbecsén az év folyamán 10 alkalommal szervezünk véradási akciót. Emellett Péter révén és Bácsföldváron is szoktak lenni akcióink, igaz ritkábban, de meg szoktuk szervezni itt is. Ezeken az akciókon is mindig szolid számban vannak önkéntes véradók, akik szintén dicséretet érdemelnek. Óbecse község véradóinak óriási köszönet és hála, amiért ilyen szép számban adományoznak minden alkalommal. A jó érzés, az emberségesség és a saját egészségükkel való törődés csak néhányok arra, hogy az önkéntes adományozók visszatérnek ezekhez a tevékenységekhez. 2009 óta vagyok rendszeres véradó, 48 óta adtam már ideig vért. Nekem annyit jelent, hogy megmentem valakinek az életét, sőt, nekem egészségvileg fontos. Negyedszer adok vért, és nagyon jó érzés segíteni valakinek az életén, és ajánlom mindenkinek, hogy jelenjenek meg és segítsenek másnak az életén. Aki nem jön el az akcióra, de mégis szeretne adományozni, az legtöbbször fél a véradástól, mert nem kellően tájékozott. Emellett, amint az dr. Bezsánovics is megjegyzi, a leendő véradóknak nem kell félniük, éppen ellenkezőleg tudniuk kell, hogy ez a cselekedet jótékony hatással van a szervezetre. Mindenképpen pozitív hatással van a véradó szervezetére, például a vérnyomás szabályozásában, valamint a vérelemek megújulásában. Azok a véradók, akiknek magasabb szinten van a hemoglobin szintjük, azaz a vörös vérsejt szintjük, az önkéntes véradással csökkenthetik a szervezetükben ennek szintjét, és ezáltal kímélik a szívüket, a vérereiket. Mindezek tehát jótékony hatással vannak, és az önkéntes véradás pozitív mai természetesen az emberségesség mellett. Amit ki kell emelni, az az adományozók és a szervezők kölcsönös megelégedettsége ezek a rendezvények után, de amint arra az Óbecsei Vöröskereszt is rámutat, minden bizonnyal azon fognak dolgozni, hogy a jövőben javítsák az akciókat, és hogy az adományozók összképét és a létszámát tekintve Óbecse továbbra is magas rangon legyen.
Az összes aktivitás mellett, amit az Óbecsei Vörös Kereszt folytat, valójában az önkéntes véradási akcióink a legerősebbek. A Vajdasági Transzfúziós Intézetben Óbecse a csúcson helyezkedik el az önkéntes véradásokat illetően, és ezért nagyon hálásak vagyunk az önkéntes véradóinknak, hiszen nélkülük nem érhettük volna el ezt a státuszt. Nagyon fontosak azok a véradási akciók, amelyek jól meg vannak szervezve, és amelyeken nagy számú önkéntes véradó vesz részt. Mi itt ma mintegy 140 véredségre számítunk, az önök városában. És ez nagyon sokat fog jelenteni az egész Vajdaság vérszükségletének kielégítésére. A nyári hónapokban általában vérhiány szokott lenni. Én viszont szeretném megköszönni az önkéntes véradóinknak, mert a mi vértartalékaink nekik köszönhetően egyelőre stabilak, és reméljük, hogy ez hosszabb ideig így is marad, mivel egész éven keresztül, nem csak itt Óbecsén, hanem Vajdaság más városaiban is, rekordszámú volt az önkéntesek száma. Ami még csodálatra méltó, az az, hogy Óbecsén az akció kezdete előtt, tehát 8 óra előtt már 30-40 ember várakozott. És ez is csak azt bizonyítja, hogy az emberek humánusak akarnak lenni, és segíteni szeretnének. Szeretném kihasználni az alkalmat, hogy megdicsérjem az óbecseieket az emberségességükért, és hogy ilyen nagy számban vesznek részt minden alkalommal a véradásokon. Ha elfoglaltak voltak, vagy egyéb okok miatt nem tudtak részt venni az 5. önkéntes véradási akción Óbecsén, ezt bepótolhatják július 14-én Péter révén, augusztus 16-án Óbecsén, vagy augusztus 25-én Bácsföldváron.